kérni Markó Bélát, hogy beszélne arról, hogy hogyan látja, hogy egyáltalán az erdélyi magyarságról szóló tudományos elemzői beszédmód hogyan alakult az utóbbi évtizedeken belül, és én csak úgy feldobnám egy pár szempontrendszert. 1993-ban, amikor Romániának az Európa Tanácsban felvételéről próbáltam dönteni, az előbb szírt egy memorandumot, amikor én határozottan emlékszem, hogy felkértek arra, hogy szedjünk össze adatokat, próbáljunk valahogy a kisebbségről szóló, a kisebbség történetet valamilyen szempontból objektíven adatolni, rendszerezni, és emlékszem, hogy mekkora nehézségekbe ütköztünk. Ahhoz képest, hát ez a kiadvány, gondolom, hogy túlságosan részletek és túlságosan sok részlettel szolgáltat, tehát természetesen ez csak egy szubjektív szempont most jelenleg, de egy ekkora 20 éves időperspektívában gondolom, hogy az elnök úr sokkal jobban tőlefektálni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, én is, hölgyeim és uraim, ne ijedjenek meg, nem fogok itt hosszú előadásba bocsájtkozni, mert egyrészt azt gondolom, hogy a Kóskároly Akadémia Alapítvány az tulajdonképpen keretet biztosít annak, hogy itt a Kisebbségkutató Intézet, meg ennek a legfrissebb a népességi adatokról, demográfiai adatokról szóló kiadványnak a szerzői, Barna Gergő és Kis Tamás erről a kiadványról, illetve ennek kapcsán demográfiai kérdésekről beszéljenek önöknek.